beiskolázás, Drágula barack, hüllőkiállítás, foglalkoztatási támogatás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. április 16-án 18 óra 5 perckor. Néhány hónap van még az idei tanévből, de már a karcagi iskolákban is a jövő tanévre készülnek. Az elsősök beiratkozása ezekben a napokban történik meg. A helyi iskolákban is megkezdődtek a beiratkozások. Az oktatási intézményben elsődleges szempont, hogy a nebulók a képességeikhez mérten a lehető legjobban fejlődjenek. Nem mindegy, ki hova ül az iskolapadban, mondta Plósz Csilla. Van olyan elsős, aki örül annak, hogy új barátságokat köthet, örül az iskolatáskájának a tanszereinek, de vannak olyan elsősök is, akik egy kicsit megilletődnek, és pittyeregve hagyják itt a szüleik őket. Ugye ez egy új közeg a gyerekeknek, az óvodából az iskolába való átmenet, és nagyon fontos, és erre a tanítónők ügyelnek is, hogy megteremtsék azt a légkört, amiben a gyermek jól érzi magát. Ilyenkor szokták engedni, hogy esetleg akik az óvodában ismerik egymást, azok egymás mellé ülhessenek. Ez az első pár napban megengedett, de aztán figyelembe kell venni a gyermekeknek a fizikai adottságait is. Ugye vannak olyan gyermekek, akik szemüvegesek. Természetesen őket nem ültetjük a leghátsó sorokba, hanem a számukra ideális padsorban kapnak helyet. Aztán a tanév folyamán már még többször kerülnek ültetésre, hiszen fejlődőben lévő szervezet, és hogyha a hagyományos tantermi struktúrát nézzük, ülésrendet, ugye általában három padsorban ülnek a gyermekek, és nem mindegy, hogy a kis elsős, másodikos, alsós tanuló mindig csak esetleg jobbról nézi a táblát, vagy balról nézi a táblát, tehát erre is szoktak figyelni a tanító kollégák, tehát itt is megtörténik az ültetési rend. Az iskolában védőnő dolgozik, ő segíti a pedagógusok munkáját. Van az iskolánknak védőnője, aki mindig elvégzi a gyermekeknél a szükséges orvosi felméréseket. Igen, és természetesen, akiknek hallás problémája van, vagy netán hallókészülékkel rendelkeznek, azok közelebb ülnek előrébb a padsorokban, ugyanígy a szemüvegesek is, amiről már beszéltem. A tanulók képességei mellett figyelik a tanárok, tanítók munkáját is, ki milyen hangosan beszél, illetve mekkora betűkkel ír a táblára. Folyik az intézményünkben az úgynevezett belső önértékelés, és ennek az egyik része a pedagógusoknak az értékelése. Ezen alkalmakkor tanórákat látogatunk, és egy szempontsor szerint értékeljük az ő munkájukat, és a szempontsorok között szerepel ez is, hogy milyen minőségben, megfelelően artikulálva, megfelelő hangszínnel, hangnemben tartja-e az órákat. A karcagi oktatási intézményekben biztosítva van mindenki számára a magas színvonalú oktatás. Kevesebb magyar barackra számíthatnak a vásárlók idén az áruházakban, mert a március második felében visszatért tél komoly fagykárokat okozott. Azért van jó hír is a gyümölcskedvelők számára. Az elfagyott rügyeket mutatja Huber István őstermelő. Mondja, van olyan barackfája, amelyiken a rügyek közel fele elfagyott. Ezen az ágon például 200 baraszk lesz, egy olyan tized része fog teremni, mint az előző években volt. Fajta függő is, ez egy ceglédi óriásfa, ezek a magyar fajták nem bírták a fagyot. Mint mondja, a mediterrán fajtájú barackfák jobban átvészelték a rügyképzés alatti fagyokat. Ez egy más típusú fa, ezen több virág van, de itt is látszódnak, hogy 50%-a ennek is elfagyott, ezekből már nem lesz baraszk itt. Ezek a képek már a karcagi kertekben készültek. Itt szorgosan dolgoznak a méhek. Minden körülmény kedvez a beporzáshoz a Karcag TV mezőgazdasági szakértője szerint. Még nem lehet megmondani, hogy milyen termés várható, a gond az lehet, ha nem kellő időben történik meg a növényvédelem. Baraszk termés még csak kilátásban van, gyakorlatilag minden lehetőség fennáll még, tehát lehet jó termés, lehet közepes, lehet nagy orosz termés. A téli fagyokat ezek a barackok átvészelték, tehát gyakorlatilag most a következő időszak az, amikor a
virágzás időszakában a vírus és gombafertőzések, amelyek okozhatnak gondot, tehát védekezni kell az úgynevezett gombabetegségek ellen. Remek jó most a mély mozgás, tehát megtermékenyítés, a virág megtermékenyítés jónak ígérkezik, remek virágtömeg van, és a kajszi barack, és itt a mögöttem lévő őszi barack is remekül virágzik, és van esély arra, hogy bizonyos fajták jó termést fognak hozni. Az eddigi adatok alapján még nem jelenthető ki, hogy a termés nem lesz jobb a közepesnél, ám ennek feltétele, hogy a következő két hónapban ne érjék újabb fagycsapások a gyümölcsösöket. Hüllőkiállítás volt Karcagon az ifjúsági házban. A Kecskemétről érkező Tóth Attila tulajdonost kérdezte televíziónk arról, hogy miket mutatnak be ebben a pár napban, amíg városunkban tartózkodnak immáron sokadik alkalommal. Többnyire hüllőket, rovarokat, kisemlősöket mutattak be az idén az érdeklődőknek. Mintegy 40-50 fajnyi állat került közszemlére. Azt mondom, hogy 70%-ban hüllőket hoztunk, de vannak kétéltűek, leveli békafélék, talajlakó békák, mint paradicsombéka, vagy amazoniai tejbék, akkor vannak rovarok, madárpókok, óriás csótányok, vándorsáskák, kisemlősök, nyuszi, amit lehet simogatni, tengeri malac, törpehölcsök, kiket hagytam ki. Akkor a hüllőkben van a kamélonok, varánuszok, leguánok, szárazföldi teknős, vízi teknős, siklók, óriás kígyók, úgyhogy ilyen változatosan van itt a kiállítás. És körülbelül olyan, bocsánat, olyan 40-50 fajnyi állat van bemutatva. A tulajdonos elmondta, hogy a mostani időjárás kedvez az állatok utaztatásának. Ilyenkor szoktak városról városra járni, és megtekinthetővé tenni a fajokat, amelyeket többnyire hungarocell fakos rendszerben szállítanak az ország minden olyan területére, ahol van rá érdeklődés. Főleg a hidegnél kell odafigyelni, hogy úgy vannak elcsomagolva, a kígyók azok vászonzsák, meg a kisebb testű gyíkok is, és külön még hungarocell ládában vannak így fakos rendszerben bepakolva, és akkor az hőszigetelve van, és fűtött autóba utaznak. A nagyobb állatkáknak meg külön ládájuk van, és abban az is hungarocellel bélelve. A nyuszik, azok meg így szoktak így szépen a ládik kójukba utazni. Náluk ez így nem probléma, van nagy bundájuk. Meg nyáron kell odafigyelni, de nyáron nem nagyon szoktam menni, mert a meleget azért elég nehéz akkora autóba légkondicionálni, meg nincs is az autóba, és nyáron ezért nem is szoktam menni, mert akkor meg a meleg, mert nem bírják a 30 fok fölött itt még ezek az állatok sem, sok hosszú ideig megfőlnek. Soprontól Debrecenig, mert tényleg már mindenütt jártam, meg 94 óta csinálom ezt a kiállítást, és általában úgy, hogy ilyen hetes ciklusokba járunk, és olyan 2-3 évente szoktam visszamenni a városokba, itt is Karcagon már sokszor voltam már, meg nem mondom, hogy ötödjére, hetedjére vagy nyolcadjára vagyok. És akkor kisebb, nagyobb városok, ahol szeretik általában, oda szívesen viszem, ahol nem oda, meg nem megyünk vissza, ez ilyen egyszerű dolog. És itt azért szeretik, már mondom, nagyon sokszor voltam. Elsősorban családosokat érdekli a kiállítás, de az ásványok iránt is nagy a kereslet, amelyeket szintúgy megtekinthetnek és megvásárolhatnak a vendégek. Főleg családok jönnek, és általában a gyerekek miatt jönnek el, és akkor utána azt lehet látni, hogy a gyerekek egy olyan 5 perc alatt körbefutnak, mert hogy ők olyan gyorsan és hamari módon úgy mindent, gyorsan-gyorsan, és akkor a felnőttek meg elkezdenek ezen is elcsodálkozni, azon is elcsodálkozni, hogy van itt egy ilyen türkiszkék leguán, amit zöldnek ismertek eddig, akkor van ilyen csíkos sikló, hogy ilyen is létezik, és általában a felnőttek szokták általában visszafogni a gyerekeket, és akkor még nem emeltem ki az ásványokat, amik ugyanúgy lenyűgözik az embereket, köztük engem is, mert gyerekkorom óta gyűjtöm az ásványokat, és akkor ott is ugyanúgy, hogy mondjam, fél órákat, órákat elturkálnak az emberek az ásványokba, és elgyönyörködnek. Úgyhogy ez változó, amúgy mondom, a gyerkőcök miatt jönnek el, és akkor utána a felnőttek sokszor tovább maradnak a gyerkőcök. Hát van, aki már, hogy is mondjam, fejleszti magába, és ha megtapasztalja ezeknek a hatását, akkor még jobban beleveti magát, mert azért vannak csoda dolgok, tényleg én is csak néha lesek ki, úgy, hogy na ez ugyan mitől történhetett. Változó ez is, mert különböző rezgések vannak. Mint nincs egyforma ujjlanyomat, egyforma, hogy is mondjam, reakció sincs ezekre, mert például egy példát mondok, hogy sokan visznek ametisztet álmatlanságra, ez egy nagyon szép lila ásvány, és már jeleztek vissza, hogy
hatot használta az álmatlanságára, jobban aludt utána, hogy használta ezt az ásványt. Például én, mikor bevittem a hálószobába egy 20 kilós, amit nem tudtunk tőle aludni, egy 20 kilós tamatészgeodát például, hogy azért mondom, hogy ez változó, ezt meg kell mindig tapasztalni, hogy éppen mit vált ki, de általában hasznos, amit tudnak ezek az ásványok, és mi meg tudunk segíteni, vannak itt összegyűjtve, van ilyen kis könyvecskénk, ami nagyon jó, és meg a saját tapasztalásokból, meg visszajelzésekből, én azokat jobban szeretem, mikor már van visszajelzés, és így tudunk segíteni, meg már mondom, jönnek sokan az, hogy erre hatott neki, ettől van jobban, és így gyűjtjük a tapasztalatokat. Az előttünk álló hetekben Kisújszálláson és Törökszentmiklóson lehet megnézni őket. Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban elnevezésű projekt keretében foglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról és lehetőségekről kaptunk tájékoztatást Nagykabai Patricia partnerségi koordinátortól. A munkaadók részére megállapítható támogatások. A bérköltség támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukció. A bérköltség támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukció. A bérköltség támogatás munkatapasztalat szerzés céljából nyújtható legfeljebb 90 napra. Mértéke a bruttó munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet. Havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adó összegéig. Célja egyrészt a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése, másrészt, hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre, mindez de minimis támogatásként nyújtható. Bérköltség támogatás legfeljebb 8 plusz 4 havi 100%-os konstrukció. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett, de lehetőség van az elemek időarányos csökkentésére is. A támogatás mértéke a foglalkoztató terhelő bruttó munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adó mértékéig terhetett, szintén de minimis támogatás. Foglalkoztatás bővítés szolgáló támogatás, ez szintén bértámogatás. A támogatás hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása esetén állapítható meg. Folyósítása legfeljebb 8 hónapra történhet oly módon, hogy a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt. Továbbá a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási időtartama alatt, amely utóbbi a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartam. A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a bruttó munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a lehet. Összege havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. Álláskeresők önfoglalkoztatása esetén megállapítható támogatások. Vállalkozóvá válás segítő támogatás. A munkaerőpiaci programban a meghatározott feltételeknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés céljából a minimálbérnek megfelelő összeg legfeljebb 6 hónapig történő folyósítása állapítható meg. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!